illetve az itt látható növényekről. Ha bármilyen kérdésük van, akkor nyugodtan tegyék fel akár menet közben is. Tehát ez hazánk második legnagyobb tava, egyet oda a Balatonnak, illetve négyszerese a Velencei tónak, területe 127 négyzetkilométernyi kiterjedésű. Ahol most vagyunk, ez a Porosztói medence, ez 96 óta természetvédelmi terület, illetve itt balra a hídon túl található a Valki medence, ami 2000 óta a világörökség része, ugyanis Közép-Európa legnagyobb madárrezervátuma található ott. A tó építéséről szeretnék röviden pár szót mondani. Ez hazánk második legnagyobb tava, mint már említettem, de a legnagyobb mesterséges tava. 72-ben kezdték el építeni, akkoriban itt még gyümölcsösök, illetve szántóföldek voltak. A tó létrehozásának eredeti célja az energiatermelésbe való bekapcsolódás, illetve az alföldi öntözőrendszerbe való bekapcsolódás volt. Aztán később rájöttek, hogy sokkal fontosabb a természeti része, és erre kezdtek el koncentrálni. A tó építésének három üteme volt, ebből szerencsére csak kettő valósult meg, hiszen a harmadikkal még emelték volna a vízszintet olyan másfél-két méterrel körülbelül, ami azt jelentette volna, hogy azok a szigetek, amik most a különlegességét adják a tónak, teljesen eltűnnek, hiszen egy teljesen sík, egybefüggő vízréteget szerettek volna létrehozni. Aztán a tó érdekességeiből szeretnék párat kiemelni. Az egyik a mozaikosság, amit majd a toronyból lehet nagyon szépen látni. Ez azt jelenti, hogy nyílt vizek, átéri erdők, gyíkényesek és nádasok váltakoznak. És tényleg olyan, mintha a puzzle darabokból lenne összerakva a tó. Aztán egy másik érdekesség az, hogy elvileg ugye állóvíz, mert hogy tó. Gyakorlatilag ennek a tónak folyik a vize, és ez két okból lehetséges. Az egyik az Eger-patak, amit előfolyik keresztül a tavon, a másik pedig maga a Tisza folyó, hiszen az élő Tiszához 10 darab mesterséges öblítő csatornával csatlakozik a tó. Ezek az öblítő csatornák egyébként nagyon jó túraútvonalak, és például a 6-os öblítő csatorna mentén nagy példányszámban található meg a jégmadár, amit ott 11-es számmal lehet is látni. Aztán szeretnék még a tó vízállásáról, illetve vízszintjéről beszélni. Ennek a tónak két vízállása van, nyári, illetve téli. A nyári az, amit most lehet látni, a téli pedig azt jelenti, hogy késő ősszel elkezdik leengedni a tavat. Naponta körülbelül 4-5 centit engednek rajta, így gyakorlatilag itt télen nincs víz. Illetve az úgynevezett kubik gödrökben marad egy-két helyen víz, ahol a halak is megrekednek. Ez nagyon jó táptalaj például a téli horgászathoz. Azért is van erre szükség, hogy leengedjék a tavat, hogy tavasszal tudja fogadni az áradást, ugyanis a zsilip rendszeren keresztül megoldható, hogy a megáradt folyóból ide vezessék el a felesleges vizet. Hát magáról a tóról ennyit szerettem volna elmondani, és akkor még a súlyomról mondanék pár szót, amit ha itt kinéznek az ablakokon, akkor lehet látni, hogy teljesen beteríti a tó felszínét. Ez az úgynevezett súlyom. Ennek a termése egy fekete csillag alakú, nagyon szúrós termés. A szakasztrandokon lehet vele találkozni. Ez egy nagyon fájdalmas találkozás, mert ebbe szokott belelépni az ember a szakasztrandokon. Nagyon szúr, nagyon fáj, sok embernek be is gyullad. Ez egy nagyon kétpólusú növény, hiszen rengeteg bosszúságot okoz ezzel, hogy ilyen sűrűn növi be a tó felszínét. Nehezíti a vízi közlekedést, nem tesz jót sem a halaknak, sem a víznek, mert említettem, a termése pedig a szavastrandokon okoz bosszúságot. Ugyanakkor nem tudunk ellene mit tenni, hiszen ez egy védett növény. Európában ilyen összefüggő mezőkben csak így található meg, illetve ha jól tudom, még a körösök mentén van egy-két helyen, de ott sem ilyen összefüggő takarúban. Ennek a növénynek még az az érdekessége, hogy régen fogyasztották a termését. Amikor még friss a termése, akkor egy zöld burok veszi körül, a szelíd gesztenyéhez hasonló burok. És ezt a zöld burkot lehántották róla, és ugyanúgy főzték, illetve sütötték a termését, mint a gesztenyét. Illetve volt, aki lisztet készített belőle, a lisztből pedig kenyeret és mártásokat készítettek. Használták még sebvarrásra a tüskét, mint egy kapocs szerűen összehúzották vele a
sebet. Hát körülbelül ennyit szerettem volna mondani, ha bármilyen kérdés van, akkor nyugodtan tegyék fel. Mi a vízmérség? Itt van 1 méter 20 körül van. Köszönöm szépen!